Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Önök az Oltalom Rádiót, a Másként Gondolkodák Rádióját, a Becsület Hangja Rádióját hallgatják, én pedig Herényi Károly vagyok ennek a rádiónak az egyik hangja. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Cseppeli György professzor urat, szociológust, aki ma délutáni első beszélgető partnerünk. Szervusz Gyuri, ha megengeded, akkor tegeződünk, mert egyrészt régóta ismerjük egymást, másrészt ez a bizalom és a tegeződés rádiója. Oké, jó napot kívánok mindenkinek! No, arról szeretnék veled beszélgetni, hogy hogyan jutottunk idáig, hiszen mindnyájan részesei voltunk, hát azt hiszem ez a legjobb, hogy részesei voltunk a 33 évvel ezelőtti rendszerváltásnak, és nem így indultak a dolgok, és valahogy eljutottunk oda, ami nagyon nehezen magyarázható helyzet, a magyar lélek olyan rejtelmeit mutatja, amire nem voltunk felkészülve. Egy kísérletre hadd hivatkozzam laikusként, és én egy professzorral beszélgetek most, szociológus professzorral, és nézzék el, ha tévedek, de én ismertem egy olyan kutatást, amit egy Solomon Ass nevű ember nevéhez kötődik, aki Amerikában dolgozott, és vonalvizsgálatnak nevezték ezt el. Egy A4-es papírra különféle hosszúságú vonalakat húztak, aztán bemutatták embereknek, de az első öt ember be volt avatva, és nem a leghosszabbra mondták, hogy a leghosszabb, aztán a következő hatodik meghallgatta az öt ember véleményét, és Amerikában egy jelentős százalék igazat adott ezeknek az embereknek, a hamis állítást támasztotta alá, és úgy tudom, hogy te megismételted magyar egyetemisták között ezt a kísérletet. Jól emlékszem én erre? Így van, megcsináltam. És milyen eredmény jött ki? 41%, valamivel magasabb, mint az amerikai. Tehát magasabb volt. De sokkal alacsonyabb, mint ami Kínában, meg Hongkongban. Tehát Ázsiában 70-75%. Ez azt is jelentheti, hogy ott nagyobb volt az emberek egymásba betett bizalma? Hát nem a bizalma, a konformitása. Tehát inkább nevezzük ezt konformitásnak. De magyarázhatjuk-e ezt a mai helyzetet, amiben a magyar társadalom van, amikor mindenki a bőrén érzi, hogy itt igen komoly problémák, gazdasági, szociális, oktatási, egészségügyi problémák halmaza van a hátunkon, és reménytelen a jövő, és ennek ellenére elhisszük, hogy nem a leghosszabb vonal a leghosszabb, hanem a rövidebb vonal hosszabb, mert hogy a közmédia, meg hát általában a hírközlő szervek, meg mondjuk egy közel 500 médiaterméket uraló Cashman nevű szervezet, ez csugalja. Vagy ez sántít ez a hasonlat? Hát annyiban nem teljesen analóg a helyzet, hogy azért az életben a kérdések nem úgy merülnek fel, hogy meg tudjuk állítani szemvillanásra, hogy valami rövidebb vagy hosszabb. Tehát itt értéktartalmú dolgokról van szó, ahol a hitek nagyon sokat számítanak, meg a beidegződések, meg a hagyományok. Tehát ilyen értelemben véve azért azt látni való, hogy a közönyök kutatások azok abszolút többséget mutatnak, vagy nem többséget, hanem egy fix tömbet mutatnak 50% körül, ami azt mutatja, hogy a jelenlegi helyzet az is sok emberek tökéletesen megfelel. Az elégedetlenek meg szerte vannak szórva, tehát semmifajta konszenzus köztük nincsen, azon túl, hogy nem szeretik azt, ami van. De hogy mit szeretnének, abban viszont nagyon eltérnek. Az igazi kérdés, ugye én sokat törtem a fejemet rajta, hogy 89-90-ben azért látszólag nem így indultunk. Te ott voltál nyilvánvalóan az MDF kapcsán a kezdeteknél, én távolabb voltam, de valahogy nekem az az érzésem, hogy lehet, hogy illúziónak voltunk a rabjai, vagy voltatok a rabjai, amikor azt hittétek, hogy azzal, hogy megváltozik a politikai társadalmi rend, hogy pluralizmus lesz, hogy demokratikusan megválasztják a miniszterelnököt, felállazunk a kormány, stb., hogy ezzel gyakorlatilag minden megoldódik. De a Dahrendorf mondta annak idején, hogy a politikát nagyon gyorsan meg lehet változtatni, de a gazdaságot azt is meg lehet, de magát a társadalmat, a mentalitást, azt viszont az kell 100 év. És ebből a 100 évből még csak 30 év telt el. Mert a megelőző évek azért valahogy nekem azt mutatják, hogy volt egy kényszerpálya, amit valószínűleg ti, akik a rendszerváltásnak a helyzetében részletetek, nem igazán éreztetek, és ebből adódóan néhány struktúrális hibát azért mindjárt becsempésztetek a rendszerváltásba. Ilyen volt például az alkotmány. Azt szerintem egy katasztrofális hiba volt, hogy meghagytátok a 48-as évszámot,
és az alkotmány jól működött szövegszerűen, de az egésznek volt egy ilyen fabrikált jelleget. Tehát étosza nem volt a rendszerváltásnak, ez volt ilyen nem volt egy ilyen nagy össznépi öröm, és akkor utána jött a privatizáció, meg jött a gazdasági összeomlás, az meg delegitimálta azt is, ami volt. Tehát nagyon, nagyon rosszat a starthelyzet, és tulajdonképpen szép, hogy 2010-ig kitartott. De 2010 után mint egy kártyavár összeomlott, és tulajdonképpen a magyar társadalom visszatért ahhoz az alapjáratába, amit mindig is a tekintélyesség jellemzett. Ugye ez volt a Horthy-kor, ez volt a Ferenc József kor, Gerő András, aki nem még meghalt, tök jól megmutatta, hogy a monarchia alatt az ellenzék labdába is tudott ütni, ugyanúgy, mint most, vagy ugyanúgy, mint a Horthy korszakban, vagy mint a Kádár korszakban. Tehát ilyen szempontból ez a demokratikus tapasztalat, ez nagyon szép, hogy volt pár évtizedig, de ez egy múló epizód, és amit Hank is annak idején mondott, hogy demokrácia, demokraták nélkül nem lehetséges, valószínűleg ebben nem gondoltunk igazán bele, hogy ez mennyire fontos mondás. És végső soron, és akkor majd folytathatjuk, ami igazán nem sikerült, és egy nagyon nagy baj, hogy a polgárosodás nem sikerült. Tehát egy olyan autonóm, saját eszenciával rendelkező középosztály nem jött létre, ami nélkül tulajdonképpen nem lehet demokráciáról beszélni. Na de hát ennek is történelmi okai vannak. Hát 1514 vagy 15, amikor a Verbőci hármas könyvet elfogadják, és az összes környező ország törvénykönyvébe szerepel a harmadik rend, amilyenkben nem. Hát a harmadik rend képezte a polgárság alapját. Hát nálunk ennek nyomai nem lelhetők fel a mi történelmünkbe. Hát én szerintem ezért van nagyon nagy deficit a polgárosodás terén, mert ennek nem voltak meg a történelmi alapjai. Ez abszolút így van, de hát nem kell ennyire visszamenni, mert sajnos ami történt 1944-ben, hogy tulajdonképpen kiiktatták a zsidó középosztályt fizikailag is, utána 1945-ben kiiktatták a keresztény nemzeti középosztályt, akkor kiűzték a németeket, ezzel lényegében véve tehát már közelesen lefejezték a magyar társadalmat, és akik maradtak, azokban az autonómia, a polgári mentalitás semmiképp sem virágozhatott ki, mert nem voltak minták, és azóta sincsenek minták, mert akik jelenleg ilyen uralkodó osztályi pozícióba feltűnnek, akár vagy Bocskai mentét is húzzanak magukra, vagy Kaszagányt, hát ők nem lesznek a polgári mentalitásnak a mintaképei. Hát a polgárság az tulajdonképpen önrendelkezést jelent, függetlenséget és önrendelkezést, amikor a magam ura vagyok, és ilyen autonóm személyiségekre épül az egész társadalom, és ez a jellemzője. Hát ezek az emberek, ezek szolgák, hát ők valaminek a szolgálatába szegődtek, és ezért kapják meg azokat a díjakat idézőjelbe téve, amitől aztán ők polgárnak, látszólag polgárnak mondhatják magukat. Így van, nem lehet őket kinevezni. Egyébként nem tudom, láttad a Blokád című filmet? Hogyne, épp erről beszélgettünk az előbb. Na most ez baromi érdekes ez a film, mert ez tulajdonképpen látszólag egy kurzusfilm, de nem az. Mert az az Antal József, akit bemutatnak, az ha most élne, akkor ott lenne, ahol te. Tehát olyan mértékig mutatta be a film Antal Józsefet, most nem tudom, mennyire stílizáltam, mennyire nem, de azt a tántoríthatatlan hűségét a demokratikus alapértékekhez és ragaszkodását az alkotmányhoz, azt messze menően megmutatta. És ez az, ami most nincs. Ez sajnos így van. Az előbb azt mondtad, hogy egyébként Antal is ezt mondta, ha őt idézted, hogy nagyon nehéz gazdasági helyzetben van az ország, de a gazdasági nehézségek eltörpülnek amellett az erkölcsi szakadék mellett, amiben vagyunk, és innen sokkal nehezebb lesz kimászni. Az előbb azt mondtad, hogy ahhoz, hogy a demokráciát működtetni képes demokraták legyenek 100 év kell, és 30 év eltelt. Ezt a 30 évet jól használtuk ki, tehát jó az irány. Hát az első 20 évben szerintem voltak abszolút pozitív mutatások, mert a hatalom tulajdonképpen a Montesquieu elveknek megfelelően nem egy kézben volt, hanem több kézben volt. Egészében véve volt nyilvánosság, hogy mondjam, tulajdonképpen fékek és ellensúlyok. A fékek ellensúlyok megvoltak, volt alkotmánybíróság, egy csomó dolog megvolt, ami nem volt meg, de ez már nem politikai kérdés, hogy ez a fajta polgárosodás, amiről beszéltünk, ez nem indult meg, valószínűleg azért nem, mert
túlságosan erős volt a külföldi tőkének a begyüremkedése, és annak ugyan nem érdeke egy autonóm középosztály rétege, mint az úgynevezett nemzeti tőkének, mert egyik is, másik is tulajdonképpen politika függő, csak máshonnan irányítják őket. De politikai akarattal ez a folyamat befolyásolható lenne, tehát előnybe lehetne hozni abszolút demokratikus és törvényes módon a leendő polgárokat, hogy a polgári státuszukba, tudatukba megerősödjenek. Hát igen, csak ehhez mondjuk kellene egy olyan törvényhozó akarat, amely ezt felismeri, de jelenleg a törvényhozó akarat inkább azokat szolgálja, akik ezt a fajta verbőzi-féle mentalitást híven őrzik, nevezetesen a kiváltságaikat. És hogyha a kiváltságok veszélyben vannak, akkor habozás nélkül lecsapnak mindenkire, aki autonóm. És hát akkor az elmúlt 30 évből 20 év az mondjuk jó volt, most a 13 év az tragédia. Látsz ebből valami kiutat? Nem látok semmiféle kiutat. Azért nem látok, mert közben volt egy másik folyamat ez alatt a 30 év alatt, ami nyilván minden családba lezajlik, hogy azok, akik nem hajlandók részt venni ebbe a refeudalizációba, tehát nem a hármas könyv alapján képzelik el az életüket, azok szépen külföldre mentek. Amikor szocializmus volt, akkor nem nagyon lehetett külföldre menni, illetve valaki külföldre maradt, annak mindenfajta súlyos negatív konzekvenciái voltak. De most nincs. Én azt látom, hogy amikor megnyitunk egy eret egy testnél, és akkor a vér akadályozatlanul folyik ki a testből, most folynak ki a tehetségek az országból. És nem csak a szellemi tehetségek, a praktikus tehetségek is, sőt, még a prostituáltak is. Tehát mindenki, aki bírja, az megy ki nyugaton, és akik itt maradnak, hát azok lesznek a jelenlegi rendszernek a hívei. A társadalomtudósként hiszel-e benne, vagy látsz-e abba, hogy a társadalomnak vannak azért önfejlődési képességei? Tehát képes a saját helyzetén változtatni, vannak felismerései, ami aztán hullámzó, és hát van, amikor forradalomba tolkolik mondjuk nálunk, erről nem nagyon lehet beszélni, de azért, hogy igény gerjed benne a változásra, hogy felismerje, hogy milyen helyzetben van, és erre a felismert helyzetre tud adekvát válaszokat produkálni. Ebben teljes egészében lehetséges, de ami most van, én ezt nem tartom valószínűleg. Tehát a lehetőség az nem azonos a valószínűséggel. Amit valószínűleg tartok, hogy ez zajlik tovább, ami most van, és még rosszabb lesz. A leendő értelmiség kerül ki a kezeid közül. Milyen életesélyekkel és milyen jövőképpel mennek el ezek az emberek az egyetemről? Hát pont ez az, amiről beszélek, hogy a legtehetségesebb hallgatóim azok kivétel nélkül mind külföldön vannak. Tehát igen, kiképzünk, mert nagyon tehetségesek egyébként. Tehát nagy a szórás, ugye most már boldog-boldogtalan bekerült az egyetemre, de azért azt kell mondjam, hogy aki tehetséges, az fantasztikusan az. De hát nem itt képzeli el. Hát abba most például egy legtehetségesebb tanítványom egy budapesti egyetemen nem tudott megmaradni, mert volt neki egy féltékeny irigy a Nemzeti Együttműködés rendszerébe beépült főnöke, és az kirúgta az egyetemről. Erre megpályázott egy Kuala Lumpuri professzori állás, és most Kuala Lumpurban van. És ez csak egy példa, számos más hasonló példát tudok mondani, hogy itt nincs helye. Ahogy nem volt helye a Horthy korszakban sem, egy Neumann Jánosnak, egy Teller Edének, egy Bartók Bélának, most sincs. Hát ez sajnos abszolút így van. Hadd idézzem neked Karácsony Sándort, aki a Magyar Észjárás című, a diploma munkája volt tulajdonképpen ez a mű, abban azt írja, hiszen akkor is volt 1922-ben egy tanügyi reform, és azt a kérdést tette föl, hogy van-e társadalmi igény erre a tanügyi reformra. Ő azt mondta, hogy szerinte nincs, és akkor föltette a következő kérdést, hogy ki fogja gerjeszteni ezt a társadalmi igényt. Aztán még azt is feltette, hogy vajon a mostani pedagógus kar, aki nem képes adekvát módon tanítani például Adit, az alkalmas egy ilyen reform véghezvitelére. Hát azóta eltelt több mint 100 év, és a helyzet nem nagyon változott. Tehát mintha most se lenne társadalmi igény semmiféle társadalmi reformra, vagy nagyon látens módon van jelen, vagy nagyon szétszórt módon, hogy az előbb mondtad. Ki fogja ezt az igényt gerjeszteni, mert úgy látszik, hogy ez magától nem megy. Igen, a probléma tulajdonképpen abban van, amire céloztál, hogy megvan, és rengeteg helyre hívnak,
mondjuk ebben a rádióban is hívnak, mint amilyen van 100 hallgató. Hívnak engem különfajta polgári körökbe, vagy hívnak baráti társaságokba, és mást is hívnak, ahol tök hasonló emberek vannak, mint te vagy én, de amit fel kénytelen voltam, amivel szembenézni, hogy ez nem áll össze egy hálózattá, ez a legnagyobb baj. És ha nem áll össze a hálózattá, akkor a minőség nem tud átcsapni mennyiségbe. Aha. Ez a fő probléma szerintem, mert még mindig annak ellenére, mert hogyha valaki kimegy, akkor is ezek a tanítványok, akik kint vannak Finnországtól, ezek Kuala Lumpurig, ezek tulajdonképpen itt vannak virtuálisan, mert hála Istennek az új technológia ezt lehetővé teszi. De ők sincsenek megszervezve hálózatban. Tehát ha ez a másik Magyarország, amiről ott még annak idején olyan szépen írt, ez a másik Magyarország hálózatosodna, akkor egészen más helyzet lenne. De itt ha van magyar átok, akkor ez a kooperáció hiánya, ami rettenetesen jellemző. Akár ellenzéki valaki, akár kormánypárti. És pont a Karácsony írja le, hogy ez a négy átok, ugye a széthúzás, a patópál, Sűrgalomra várás, ezek, már elfejtettem a negyediket, ez egy hosszantartó lélektani zűzavart eredményez, ami valahogy ezt a fajta együttműködést lehetetlené teszi. Hát az előbbi mondatodban az én kérdésemet megelőzted, mert a Kuala Lumpuri példával kapcsolatban azt a kérdést tettem volna fel, hogy az infotechnika fejlődése, az informatika fejlődése az nem hágja át ezeket az országokat elválasztó földrajzi határokat? Tehát Kuala Lumpurból is tud valaki alkotó módon a magyar társadalom része lenni. De pont ezt mondtam. De igen, igen, azért mondom, hogy... Ha individuálisan ő bejelentkezik a Skype-on, és beszélgetek vele, mert ezekkel a hallgatókkal individuálisan én most is tartom a kapcsolatot, nem kell ide jöjjenek be a szobámba, de ők maguk se szervezik meg a hálózatot, ez a baj. Aha. Egymásról nem tudnak. És az, hogy beszéltél erről a tömbről, aki ott van a kormány mögött, és hát rájuk szavaz, és a közvélemény kutatások nagy stabilitást mutatnak a vonatkozásukba. Ennek két oka lehet, az egyik az, hogy tényleg ennyire jók, a másik pedig az, hogy nincs olyan alternatíva, olyan kínálat, ami egyenértékű lenne a jelenlegi, hát nem biztos, hogy mindenki által pozitívnak ítélt hatalom működésével. Melyiket tartod reálisnak? Túl jó a hatalom, vagy túl gyenge a kihívója? Jó, hát itt mind a két irány adhat magyarázatot. Nyilvánvalóan ugye az egyik irány az, hogy az a mentalitás, amire alapozza a kormány ezt a fajta stabilitást, azért az egy ugye a Verbuszi-féle mentalitásból adhatóan kőkeményen jelen van. Nacionalizmus, antiszemitizmus, xenofóbia, kaparkurta, neked is lesz, ez a disznóölők, pálinkaivók, a futballrajongóknak a világa. Nemrég voltam, hogy hívják, az ország új fővárosába felcsúton, és ott láttam megtestesülni ezt a fajta mentalitást. Ez egy kőkemény mentalitás, tényleg. Nem szimpatikus nekem, de biztos valakinek tetszik. Ez az egyik dolog, de ez nincs többségben. A másik, az talán többségben lehetne, de ott meg az van, amit te mondasz, hogy mivel nincs egység, nincs egy név, nincs egy ember, nincs egy akarat, és a politikában az akarat a legfontosabb. Ennek következtében, hát mint a hó a napon elpárolok, láttuk elmúlt választásokon, mi történt, és most semmifajta illúzió nincsen, hogy ez még inkább így fog történni, mert még az a minimális összefogás sem fog bekövetkezni, ami volt. Így pedig lehetetlen. A politikát az sajnos győzelemmel játsszák, ebben igaza van az Orbánnak, ez olyan, mint a futball. És ha valaki nem gólt, pláne nincs csapata, hát akkor ki se fusson a pályára. Hát még labdája sincs. Nincs egy csapat, aki kikutatna a pályára. Mi lehet az oka annak, hogy hiányzik az a centralizáló erő, ami összefogna ezt a sok irányba széthúzó társaságot? A megfelelő személyiség hiányzik, vagy pedig hozzászoktunk eleve a vezérelvhez, mert úgy látom, hogy a magyar az nem vezetőt akar magának, hanem vezért, ő neki ez a szimpatikus, és hát hülyeség lenne a másik oldalon is egy vezért fölépíteni, de lehet, hogy ez lenne az út, hogy vagy nincs ilyen tehetség, aki ezt, vagy csak látens módon van jelen, és nem tudjuk, hogy jelen van.
Hát itt közösen tudunk gondolkozni, mert nekem is nincs rá ötletem. Azt tudom, a politikából azt tudom, hogy hát én vettem részt a politikában, te is vettél részt a politikában, tehát nagyon jól tudjuk, hogy ez persze egy csapatjáték, de ha nincs egy központi akarat, aki megmondja, hogy a csapat, hogy fusson ki, mi legyen a munkamegosztás a csapat tagjai között, milyen célt kell elérni, mikor, hát akkor a dolog teljesen semmibe hull. És jelenleg ez a helyzet, tehát lehet, hogy vezér nem kell, de hogy vezető kell, az biztos. És hozzá olyan vezető, aki legitim vezető, akit mindenki elfogad. Mondok egy példát. Miért nincsen, fogalmam sincs. Mondok egy példát, hát ott van az én általam nagyon tisztelt Kuncze Gábor, aki a párttársad volt, úgy tudom legalábbis, hát egy kormányban voltatok, illetve kormány, te államtitkár voltál, ő pedig ugye miniszter, hogy ilyen emberek miért nincsenek jelen a közéletben? Tehát mi tartja őket vissza, vagy pedig minden adottsága megvan hozzá, megvan a humora, az átlátó képessége, távlatokba tud gondolkodni, mi a fene tartja vissza ezeket az embereket, hogy és átadták a helyet olyanoknak, akik hát idézőjelbe téve értéktelenek. Igen, de azért az akarat az hiányzott. A Kunszéból, a Petőből, talán még a Magyar Bányban volt leginkább. És akarat nélkül a dolog nem megy. De milyen akarat? A hatalom, vagy pedig a szolgálat? A hatalom akarása. Nem, a hatalom akarása. De nem önmagáért, mert persze nagycsábító erő a hatalom, tehát valamikor a hatalmat a hatalomért akarod. De az államférfiú a hatalmat nem a hatalomért akarja, hanem azért, mert például egy boldogabb országot akar. De azt akarni kell, mert a boldogabb ország az magától nem fog megteremni. És megvan a protokollját, nézd meg, Finnország lett a legboldogabb ország, és ha végignézed a pontokat, ami miatt Finnország a legboldogabb ország, mindegyik olyan pont, hogy közpolitikailag megvalósítható. Megvalósítható az egészségügyi ellátás, az iskola, a sajtószabadság, az a fajta családpolitika, ami leveszi a terheket a nők oldaláról, nők válláról, kiegyenlíti a nemek közti egyenlőtlenséget. Tehát ez mind megvalósítható, de csak akkor valósítható meg, ha van egy valaki, aki át tudja az akaratát vinni azokra az emberekre, akik aztán ezt megvalósítják. Akarat nélkül, ez Nietzsche nagyon jól tudta, hogy akarat nélkül nincs politika. Hát én ezt nem tudom, hogy milyen akarat kell ehhez. Egy jó vezető talán el tudja érni, hogy az emberekbe önmagukba ébredjen akarat a változás iránt, és akkor igazi, mert akkor nagy tüze van. Na de most egy provokatív dologgal foglak téged kérdés elé állítani. Ha ne adj Isten úgy történne, és tehát oktató vagy oktatással, felső egyetemi oktató, egyetemi tanár, professzor, mind változtatnál? Tehát ezt azért teszem föl ezt a provokatív kérdést, mert itt az ellenzék kínálatából hiányolom a konkrétumokat. Tehát nincs egy olyan reménykeltő jövőkép, egy olyan vízió. Na de hát kell, hogy legyen ilyen, mert különben az egész semmit nem ér. De mind változtatnál, ha mondjuk a köztársasági elnök asszony egy boldog este után másnap reggel úgy ébredne, hogy azt mondaná, hogy drága jó Cseperi György, magára bízom az oktatást. Hát ez nem egy olyan titok, mert elég az ember átmegy Ausztriába és megnézi. Először is felszámolnám ezt az alapítványi struktúrát, mert ez egy csalás. Hát az egy lehetetlen dolog, hogy egy egyetemen az alapítványnak a kurátora havonta kap 1,5 millió forintot. Havonta. Én megkapok, mint amely egy fél évben kapok fél milliót. Tehát ilyen nincs. Tehát ilyen sehol a világon nincsen. Ezt megszüntetném. A másik, visszaállítanám az egyetemi autonómiát. A harmadik, hogy felszabadítanám az akadémiai piacot, beengedném a külföldi tanárokat. Kétnyelvűvé tenném az oktatást minden egyetemen és minden szakon. Bevezetnék egy olyan ösztönző tandíjrendszert, amely a jókat jutalmazza és a rosszakat nem tiltja ki a oktatásba, de mindenképpen fizetése kényszerítés. Ami legfontosabb, hogy a innovációra, a kreativitásra és a kritikai gondolkodásra helyezném a hangsúlyt. Tehát nem a lexikális tudásra. Tessék? Nem a lexikális tudásra, hanem Az nem. Pláne most ez a GPT, ez most ez egy atomcsapás egyébként a felsőoktatásra, mert ez lehetetlené teszi a továbbiakban az írásos feleltetést. Mert no. Ugye a tanár nem fogja tudni eldönteni, hogy most az a GPT válaszolta pedig a diák. Én magam is már visszatértem, bár soha nem értem a szóbeli vizsgáztatásról. Tehát a legfontosabb az, hogy olyan egyetemi tanárokat
olyan egyetemi tanári szelekciós mechanizmust hoznék létre, amely ezt a fajta innovatitás, kreativitás, kritikai gondolkodást tenni a mércévé, lényegében véve minden tárgyban és minden szakon. Hát az előbb Finnországot hoztat fel példának, a rendszerváltás idején szerintem rosszabb helyzetben voltak, mint mi. Minden erejüket az oktatásba fektették, tehát minden létező materiális és immateriális energiát és tőkét abba fektették, és hát meg lehet nézni, hogy ez alatt az idők alatt ők hova jutottak. Hát nem csak ők, hát mindenütt, tehát a recept világos, tehát nem stadionokat kell építeni, hanem kutatásfejlesztő laboratóriumokat és műhelyeket kell építeni. Hát ez mondjuk egy gyerek is tudja. Csak nyilvánvalóan nem mindenki alkalmas erre, mert aki abban jó, hogy hogyan kell a disznót levágni, az miért akarnak kutatást fejleszteni, mondd meg. Hát az marad a disznó mellett. Hát az marad, és én egyébként vidéken élek, és ilyen majdnem falu jellegű kisvárosba, de olyat én még nem hallottam Somogy megyében, hogy valaki disznókörömből ivott volna pálinkát, mert azt kidobják, tehát nagyon kevés részét, alkatrészét dobják ki a disznónak, de a köröm az pont ilyen. Ez csak ilyen... Nem, a disznóvágás önmagában nem bűn, de az a nemzeti mérce, hogy disznót vágjunk, meg kolbászt tömjünk, hát akkor abból nem lesz nanotechnológia, meg géntechnológia, meg robotika. Már pedig ez a három, ami nélkül nincs fejlődés. Hát ez pontosan így van. De még valamit hadd mondjak, mert van egy Aronson nevű amerikai fickó, akinek magyar volt a felesége, és Amerikában kitalálta, úgy hívják, hogy mozaik rendszer, oktatási rendszer, ilyen felzárkóztatási program, marha nagy volt a iskolai bűnözés, és olyan csoportokat hozott létre, amiben benne volt egy-egy csoportban a legjobb és a legrosszabb is. A gyerekek ilyen 5-10 fős csoportok voltak, és a jók rá voltak kényszerítve, hogy magukkal vigyék a gyengébbeket, tehát elkezdődött egy kiegyenlítődés. Hát nálunk van, én szerintem körülbelül 1 millió cigány, vagy lehet, hogy csak 800 ezer. Ezeknek a gyerekei olyan esélytelenek és olyan reménytelenek a jövőjüket illetően, és ilyen technikákkal, hát ezt csak át kéne venni, ezt csak alkalmazni kéne, és vannak erre kísérletek. De ha lenne akarata, hogy te mondod, és szándék, akkor olyan gyorsan lehetne javítani a szegény, nyomorult sorsa, és ez nem csak a cigányokat érinti, hát azért a nem cigány szegények is hasonló helyzetben vannak. Tehát ha szándék és akarat lenne, akkor olyan sok mindenre lehetőség nyílna. Ismerem jól ezt a kísérletet, tehát magát Aronsont is jól ismerem, meg a feleségét. Kőszegen 2 vagy 3 évvel ezelőtt a ottani katolikus iskolába meg is ismételtem ezt a kooperációs kísérletet nagyon jó eredménnyel, mert a helyzet az, ugye utaltunk itt a magyaroknak a kooperativitás deficitjére, tehát ez a középosztályra épp úgy érvényes, mint a underclassra, vagy a legfelső osztályra, tehát az egész magyar társadalomra ráférne egy ilyen kooperatív oktatási rendszer. Amit felhozol példaként, ugye ez a underclass, ez egy bonyolultabb dolog, mert itt nem egyszer arról van szó, hogy az osztályba, ahova járnak, vagy iskolába, ahova járnak, ott nem kooperáltatják őket, hanem az a kulturális közeg, amiben ők vannak, az nem kedvez az oktatásnak, és ezért nem csak az iskola felel. Tehát ez egy jóval komplexebb kérdés. A gettó falvaknak, akik a szegénység kultúrájában vannak besüppedve, ott egy puszta kooperatív kísérletezés az iskolában, az annyi volna, mint a halottnak a szentelt víz. Egyszer mi próbáltunk egy pár kedves barátommal egy olyan projektet kidolgozni a cigány gyerekek felzárkóztatására, aminek az volt a cím, hogy tudós leszek, és az volt az elképzelésünk, hogy egy ilyen jobb iskolába járó cigány gyereke hazamegy a saját környezetébe, ő lesz, aki elkezdi mozgatni a családot, és ő döbbenti rá arra a szüleit és a nagyszüleit, hogy van más is a világban, és lehet másképp csinálni. Elég jó kidolgozott program lett, aztán semmivé lett, mert hát ez már a Fidesz idejében volt. Elfogadták, örültek neki, aztán utána eltűnt, és semmi nem lett belőle. Pont az akarat miatt, a szándék miatt, mert lehetett volna, ez nem biztos, hogy jó volt, lehetett volna korrigálni meg minden, de egyszerűen félretették, mintha ennek az országnak nem tanult, kiművelt emberfőkre lenne szüksége,
akik döntésképesek, képesek felismerni és elemezni a saját helyzetüket, és erre jó válaszokat adni. Hát igen, erről van szó minden társadalmi években. Ott, ahol a kísérlet zajlott, ott azért ezek a gyerekek, ha hazamennek, akkor kicsi szarvassá vált fiúkként kezelik őket. Hát ez egy nehéz ügy, tehát nem egy egyszerű, de azért például a hátrányos helyzetű gyerekeket egy olyan, annak idején a rendszerváltás idején volt a Gandhi Gimnázium, a Derdák féle kísérlet, ahol a hátrányos helyzetű gyerekeket oktatták volna, és az a gimnázium meg tudta volna adni azt a hátteret az oktatás mögé tenni, amit a normális helyeken a család biztosít. Tehát ez is egy lehetséges mód lenne arra, hogy a leszakadt gyerekeket, vagy a rossz helyzetű gyerekeket helyzetbe hozzuk, és hát ez is ilyen torzó maradt, vagy egy van belőle, tehát nem terjedt el ez a módszer. Ennek mi a fene az oka? Ez a Derdák hősiesen vívja maga arcait most éppen Miskolcon. Persze, hát ez partizán akciókkal nem oldható meg. Ez tényleg egy nagy nemzeti program kellene, hogy legyen, sok más egyéb mellett. De a döntő kérdés az a kutatásfejlesztés. Tehát, hogyha nincs az a középpontban, akkor nem, de a vonat, aminek nincs mozdonya. De hát most pont ebből lettünk kirekesztve, mert azért az Erasmus az erre is vonatkozik. Itt nem csak az egyetemisták külföldi ösztöndíjairól van szó, hanem a kutatási hálózatból való kimaradásról is. Ez egy tragédia. Tehát összefügg ez azzal, amit mondtam, hogy ez a lényegében, hogy az egyetemeket átalakították ilyen pénzszivattyúkká. Hát nyilvánvaló, hogy ez az Erasmus program szempontjából egy negatív indikátor. Hát, és úgy látszik, hogy a kormánynak szándékába sincs változtatni ezen a helyzeten. Hát, ha azt hiszi, hogy az Unió el fogja fogadni azt, hogy most a minisztereket kivette, de telerakta Fidesz káderekkel ugyanazokat a kuratóriumokat, hogy ez elég lesz, vagy hát lejárt az a határidő március 31-én, ami az Európai Unió befagyasztott pénzeinek a hozzáférését biztosította volna, a mérföldkövek, és a nemhogy elfogadva nincsenek, még benyújtva sincsenek ezek a törvények. Tehát mintha nem lenne szándék, hogy előrelépjünk. Nincs is. Hát a szándék az, hogy Magyarország kikerüljön az Unióból, nem az, hogy benn marad. De várjál, ez a szándék hiánya, vagy intellektuális deficit, ami... Nem, mondom, a szándék kifejezetten az, hogy az Unióból kikerüljön Magyarország. És hát akkor, te figyelj, de társadalomtudósként akkor milyen jövőt látsz ennek az országnak? Hát az unión kívül mi a francot tudunk kezdeni? Hát az angolok is megbánták, hogy kiléptek. Hát ezek nem racionális kérdések, hogyha te hatalmon vagy, és a hatalmat megőrzésének az a garanciája, hogy ne engedelmeskedjél az unió demokrácia építő és fenntartó intézkedéseinek, akkor abszás nélkül kilépteted az országot, mert fontosabb a hatalmat, mint a unió. Mikorra teszed ennek a dátumát, ha kérdezhetek ilyen borzalmas kérdést, vagy feltehetek ilyen borzalmas kérdést? Hát ez egy sok tényezős dolog, nem a holnap lesz, ez biztos, meg sok minden függ attól, hogy mi lesz az orosz-ukrán háború kimenetele. Hát, és hát nagyon rossz helyzetben vagyunk ebbe a háborúba, illetve hát ebbe az agresszióban, nagyon rossz oldalon állunk, és hát ma délelőtt volt két olyan beszélgető partnerem is, aki hát az bizonygatta, hogy bizony ennek a hintapolitikának nem lehet jó kimenetele ebből az ország. Lehet, hogy egy szűk réteg marha jól fog kijönni, de a Magyarország az nagyot fog rajta veszíteni. Hát ebben gyakorlatunk van. Ugye már Provászka Lajosnak, ugye Karácsony kortársának van egy nagyon jó könyve, a Vándor és Bújdosról, és abban a magyaroknak a legsajátosabb politikai technikáját az elvtelenségben jelöli meg. És az elvtelenség ugye az azt jelenti, hogy hol itt állok, hol ott állok, be sehol nem állok. Múltkor adtam egy interjút a Népszavában, a Tökörit hoztam fel példaként, aki egyébként ott áll a Hősök terén szoborként, teljesen illetéktelenül, hiszen lecsatlakozott a törökökhöz, mikor már Vakis látta, hogy a törököknek nincs jövője. Tehát ebben nagyon jók vagyunk, hogy nem tudjuk megkülönböztetni a barátot és az ellenséget. Hát nem akarok egy olyan példát fölhozni, mert nem ide való, de mégiscsak elmondom, tehát hogy mennyire passzol. Valamikor talán 20 évvel ezelőtt volt egy ilyen művészeti és tudományos konferencia
Keszthelyen a Helikonba, és hát ott a legkiválóbb kortárs művészek ott voltak, és nekem volt egy nagyon kedves barátom, egy drámaíró, Sipos Egyi Péter, mindig ő nyerte meg a drámaíró versenyeket, és amikor ő került hozzászólásra, akkor kiment, és csak annyit mondott, hogy kedves barátaim, zsebhokiba marha jók vagyunk. Ezzel ott mindenki el volt ájulva Varga Bélától a szóba, mindenki ott volt, mindenki el volt ájulva, de egy mondatban összefoglalta az egészet. Hát tényleg állandóan rossz döntéseket hozunk, és hát ennek történelmi és hát mindenféle okai vannak. Látsz-e valami reményt, hogy valami szépen fejezzük be ezt a beszélgetést, mert idáig hát sok öröme a hallgatónak ebben nem volt, reményt nem tudtunk elteni. Hát ezt csak individuálisan tudom mondani. Tehát mindenki a saját maga életében megpróbálja a reményt bevinni. Mindenki saját maga számára próbál egy racionális, prosperáló életet, boldog életet létrehozni, akár itt, akár a világ másik pontján. Akkor az megoldás. De azt remélni, hogy itt valami fajta központi megoldás lesz, az reménytelen. Abból mindig katasztrófa volt. De hát kedves Gyuri, kedves György, a lényeget mondtad ki. Tudod, a katolikusok mindig azt mondják, hogy várjuk Krisztus második eljövetelét, meg mindig megkérdezem, hogy miért jönne el, hát hamarabb megfeszítenétek, mint 2000 évvel ezelőtt. Valamit tenni kéne érte. Tehát azt mondod, hogy a változás csak akkor valósulhat meg, ha ennek az igénye minden egyénben, minden személyben megszületik, és belsőleg motivált lesz erre. Tehát ez nem fog szervezetten menni, hogy majd valaki megmondja és beállunk mögé, hanem el kell jutni addig a társadalmi felismerésig, hogy ez nélkülünk nem megy. Hát ez teljesen így van, teljesen így van. No, hát akkor talán így a beszélgetés végén valami reményt tudtunk adni így húsvét tájékán. Hát most kedves... azért van, lesz feltámadás, nyilvánvalóan, minden éve szerencsére bekövetkezik. Hát saját életünkben ez kevésbé valószínű. No, hát nagyon szépen köszönöm, kedves Csepeli György professzor úr, köszönöm, hogy így húsvét előtt a rendelkezésünkre álltál, és hogyha olyan dolgok kerülnek szóba, ami a te szakterületed, és amiben kíváncsiak vagyunk a véleményedre, akkor engedd meg, hogy hívjunk, mert nagyon fontos, hogy te hogy gondolkodsz tudós emberként a világ folyásáról. Jó, hát nem vagyok egyedül, úgyhogy szerintem elég nagy a kínálat, aki között válaszolsz. Van, de azért rád szükség van. No, okay, hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és a kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet.